És uraim, kedves vendégeim! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet az első székesfehérvári művészteretet záró kiállítás megnyitóját. Mint házigazda, hadd mondjam el, hogy nagyon örülök, hogy nálunk művészteret van, és ez méltó folytatása a 22 éven át tartó Agáti művészteretnek. Három intézmény fogott össze, a Városi Képte a Deán Gyűjtemény, az Alkalom Külfém Klubház és a Szabadművelődés Háza, hogy ezt megvalósítsuk, és úgy érzem, hogy nagyon jó kezdeményezés, és majd folytatni kívánjuk. Remélem, hogy a 12 művész, akik közül kettő külföldről érkezett, szintén ezt gondolják, hogy nagyon jól érezték magukat, és folytatással érdemes ez a kezdeményezés. Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Megpróbálom a szerte szét burbulázó gondolataimat egy kicsit valamiféle egységbe terelni, mert hát egy hihetetlen hét van mögöttünk, nem csak azért, mert hosszú évek óta óhajtott álmunk, hogy Székesfehérvárnak is legyen, és el tudjunk indítani egy művésztelepet, most végre ebben az évben megvalósult. Hiszen ebben a körben már többen hallották tőlem, hogy amikor több évvel ezelőtt engem a Szűcs Erzsi meghívott Mórra, és körbevezetett, hát akkor én nagyon irigykedtem. Bár egy kicsit a Móri művésztelepnek is volt köze hozzánk, hiszen támogatta a város hosszú éveken keresztül. Hát Agáthoz pedig talán mondhatjuk, hogy még több, hiszen a testvérvárosainkból számosan érkeztek Agárdra, és a Józsi meghívása jóvoltából ott is volt szerencsém egy-két alkalommal látogatást tenni. De ezzel együtt a nagyon nagy öröm, hogy végre ebben az évben egy záró kiállítással ugyan, de mégiscsak elindul talán egy folyamat.